Esélyteremtő tiszaburai varroda, drágulnak a zöldségek, fazekas tájház. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 27-én 18 óra 5 perckor. Kevesen tudják, de a tiszaburai varroda munkatársai készítettek 40 ezer nyakba akaszható pohártartót a korábban Budapest Borfesztiválra. Ennek köszönhetően jutottak el az asszonyok Budapestre, ahol előtte még nem jártak, és az országházban is körülnézhettek. Hatalmas élmény volt ez mindannyiuknak. A varrodánk tiszaburán 2018. júniusában lett készen. Ezzel egy időben az üzemépítéssel egy időben kezdtünk egy tanfolyamot, ahol 16 leányka vett részt. 16 főből 13-as sikeres vizsgát tettek, és júniusban, amikor átköltöztünk, után még akkor itt volt a tanfolyam végvizsgája már, és elkezdtük novemberbe a termelést. Először a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesületnek készítettünk intézményeibe ágyneműket, amiket arra a célból készítettünk, illetve azért volt nagyon jó, mert megtanulták a lánykák a egyetemes, egyszerű, gyors mozdulatokat, és ezzel ki tudtuk fejleszteni, és tudtuk a fogásokat rendszeresíteni a hölgyekbe. Minden leányzó úgy került ide, hogy nem tudott varni. Ma azt mondom, hogy bármely varrodában megállják a helyüket, olyan szintig vittük fel a tudásukat, illetve képezték saját magukat. Jelen pillanatban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület is 15 szervezettel, keresztény és civil szervezetek támogatásával egy úgynevezett fókuszban a gyermekprogramba készítünk babadobozokat, a babadobozoknak a textiltermék részeit, illetve itt állítjuk össze, és innen kerülnek kiszállításra a családokhoz. Azon kívül pedig lenn már harmadik éve a környezettudatos csomagolást elősegítő célzattal készítjük a táskákat. Ebből rendszeresen minden hónapban egy 6400 darabos kiszállításunk van, az ütemtervnek így felelünk meg, így tudunk megfelelni a beszállítási ütemtervnek. Ennek legyártása egy 7-8 napot vesz igénybe. A babatáskák szállítása negyed évente történik, ugye erre minden megfelelő anyagot is összeállítást és megvarrási dolgokat itt kell összerendezni, és itt fogjuk ütemesen egy-egy termék feltevésére a szalaggal elkészíteni. Most ebben a pillanatban, a mai napon, illetve még vagy 3 hétig a borkultúra megkeresésére és a SPÁR támogatásával a Borfesztivál, Budapesten a várban megrendezendő borfesztiválra készítjük a kínáló pohártartó kis szütyőket. Ez a megrendelés 40 ezer darab, visszatérő megrendelés, már készítettünk előző évben is, illetve előző években, mert sajnos a 2020-as fesztivált nem tudták megtartani, így csak nekik fogtunk elő, készültünk erre a gyártásra, viszont 19-ben volt egy sikeres gyártásunk, amelynek mi is láthattuk a végeredményét, meghívást kaptunk a borfesztiválra, és a lányokkal, asszonyokkal egy nagyon kellemes napot töltöttünk Budapesten, városnézéssel,
parlamentbe vittek el bennünket. A bazilikába jártunk, és fönt a várba, a magánba a fesztiválon vettünk részt, ahol kiemelt figyelemmel kísértek, illetve kalózoltak bennünket. A jelenlegi létszámunk 13 fő, ezt most már úgy vettük észre, hogy kezdjük kinőni, ezért próbálunk fejleszteni létszámot. Minél tovább működünk, reméljük, annál nagyobb lesz a hírünk, és megfelelünk majd mindenféle termék gyártására. Több megrendelést, illetve több megkeresést kapunk. Közreműködtünk a járvány dömpingnek részesei voltunk, és elsőként kezdtük el a szeretett szolgálaton belül a maszkok gyártását. Jelen pillanatban próbálkozunk fiatal munkaerőket befogni, olyan kislányokat, asszonyokat keresni, illetve fölvenni velük a kapcsolatot, akik nem tudtak valamilyen oknál fogva tovább tanulni, vagy azokat a lányokat, asszonyokat, akik úgy gondolják most már, hogy mégiscsak jó lenne, és hallottak rólunk már, egy biztos keresethez jutnia. Ezért ez éven sikeresen 4 kislányunk járt iskolába, illetve tett vizsgát, úgynevezett műhelyiskola formába. A műhelyiskolának az indítása, ez egy kísérleti programunk volt még, Magyarországon még kísérleti cipőben van, ezekről a tapasztalatokról most kerülnek az összegzések, és továbbiakban is szeretnénk ezeket folytatni. Ennek az iskolának az a lényege, hogy nem kell bejárni elméleti oktatásra, csak gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol gyakorlati oktató helyen a feltétlen szükséges hozzá kapcsolódó elméleti részeket is meg kell, hogy tanulják. Drágultak a tartósan elálló zöldségfélék, a pipát, krumplit és petrezselymet is már csak a szokásos ár kétszereséért lehet kapni. A jelek szerint a koronavírus járvány nem csak a szájmaszkok, kézfertőtlenítők áraira hatott, de egyes zöldségfélékére is. Volt a nagy meleg, most meg a néhol özönvízszerű esőzés, jéggel is párosítva, ez mind a kettő egy elég káros folyamatot indított be. Hát van olyan növény, kukorica naprafogó, ami a 24. órába kapta az esőt, sőt már vannak olyan kukoricatáblák, napraforgók, magam is láttam, aminek már szinte alig érezhető az esőnek a jótékony hatása. Megjöttek az esők, nagyon vártuk már. Van, ahol sajnos özönvízszerűen jött, ott ugye terméseket mosott el jégverés, nagyon nagy károkat tett, nem csak a növényzetben, hanem a egyéb értékeinkben is. Borzasztó ez a szélsőséges időjárás. A nagy meleg a káposztafélék termesztését, én úgy látom, hogy lassan ebből a magyarországi klímából teljesen ki fogja űzni. Lehet, hogy egy brokkoli, karfél olyan növény lesz, mint most a narancs, meg a citrom, meg a banán, hogy ők déli gyümölcsök, ezek meg északi zöldségek lesznek, amit tőlünk északabbra levő országokból fogunk csak importálva beszerezni és elfogyasztani. A paprika az egy elég melegigényes növény, de már ez a 40 fokos tartós őt is károsította, főleg a fóliába. Mi fóliába termesztünk paprikát. Paradicsomnál volt a nagy meleg miatt virágeldobálás, tehát egy extra stresszt kap a növény, ami valamilyen úton, módon védekezésre készteti, ezáltal virágokat dobál el, tehát a termés később kevesebb lesz. A nagyon sok eső az pedig, meg a tartósan ilyen 25 fokos párás idő, az pedig kedvez a gombabetegségeknek. Itt mögöttem épp egy uborkát látunk, a penonoszpóra rögtön, mikor megjöttek az esők, egy picit visszahűlt a levegő, eltűnt ez a száraz klíma, penonoszpóra rögtön megjelent az uborkán.
Korábban a burgonya iránti keresletnek is az lett az eredménye, hogy a nagybani piacon már licitáltak rá a kereskedők, és az vitte, aki többet adott érte. Ebben a kereslet mellett azonban logisztikai nehézségek is közrejátszhattak. Az Olaszországból érkező termékek a lassabb határ átkelések miatt nehezebben érkezhetnek meg hazánkba. A folyamatok egyes termékek árának emelkedését eredményezték a piacokon, ezt a legfrissebb adatok is alátámasztják. Az árak rapszódikusak, most a paprikában 200 forinttól 800 forintig van a fogyasztói piacon ár, paradicsom 300-tól egészen 700 forintig, én láttam, nagyon rapszódikus, tehát ez mindig kereslet-kínálat befolyásolja, de nyilvánvaló, hogy ez az időjárás is ráteszi a bélyeget. Termelők igyekeznek a többletköltséget, mondjuk gondolok itt az öntözésre, beépíteni az áraikba, ez nem mindig sikerül. De a káposzta féléknél egyértelmű, nem csak az magas ár, hanem egyáltalán karfia, brokkolit én nem is nagyon látok kereskedelmi forgalomban. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatbázisát böngészve megállapítható, hogy az áremelkedés nem volt általános, az leginkább a megfelelő körülmények között tartósan elálló, alapvető zöldségfajtákat érintette. A fazekas tájház az Erkel Ferenc utca egy szám alatt 905 négyzetméter nagyságú telek nyugati oldalának hosszanti tengelyében helyezkedik el. Aki még nem járt itt, érdemes ellátogatnia. A ház az Erkel Ferenc utca egy szám alatti 905 négyzetméter nagyságú telek nyugati oldalának hosszanti tengelyében helyezkedik el. Az épületet a Karcag városára jellemző úgynevezett karcagi kapun közelíthetjük meg, amely a hagyományos faragott kapubálványok emlékét őrizte meg. A ház a Karcagon a 18. században kialakult nagy gazda, redemptus házak emlékét idézi. A nagyméretű portán álló oszlopos, tornácos épület jelenleg 6 helységből áll. A múzeum céljait szolgáló lakóháza 19. században épült, feltehetően az 1830-as évek körül, esetleg nem sokkal utána. Az egykori lakóház helységeinek korábbi beosztása a szoba, a pitar, azaz a konyha, a szoba és a kamra volt. Ez az elrendezés a viszonylag módosabb és igényesebb elrendezésre utal, a tulajdonos vagyonosodása látható jeleként. A 19. században épült lakóházon az évek során több változtatást hajtottak végre. Ilyen átalakítás során az utcai szoba előtt az eredetileg a bejárati homlokzaton a kamráig végigfutó tornácot lefalaszták. A belső térben a pitarban található szabadkéményt szintén a kor ízlésvilágának megfelelően átalakították, de emellett meghagyták a szobai bogjakemencék kívülről fűthetőségét. Az épület közel egy évszázadon át a módos gazdacsalád életteréül szolgált, amelyet 1982-ben a Szolnok megyei tanács VB művelődésügyi osztálya vásárolta meg kiállítási célokra. Az akkori népi iparművészeti tanács itt kívánta elhelyezni és bemutatni az általa összegyűjtött kerámiákat, cserépedényeket, amelyeket a világhírű Kossuth-díjas fazekas mestertől gyűjtöttek. A fazekas mester munkásságát bemutató állandó kiállítás 1982. novemberében nyílt meg az egykori Sántaféle házban, amely azóta is folyamatosan megtekinthető, tájékoztatta televíziónkat dr. Nagy Molnár Miklós. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!